A mesék az életben gyökereznek, és a csodák természeti eredetűek. Mindenek előtt a földek helye a tájban, és a düllőnevek úgy mutatkoztak számomra, mint valamilyen üzenet, amely mögött az ősök álltak. Bár akkor bizonyára nem gondoltam rá, ahogy egyetlen parasztgyerek sem a maga vonatkozásában, hogy általuk a múlt üzen. Amikor rég nem látott az ember egy egykori kedves helyet, és egyszerre csak ott találja magát szembe vele, valami megfogja bensőjét, talán nem is tudjuk mi az, a lelkéte, vagy egyszerűen az emlékek, minden esetre itt vagyunk a felvégen. A Vajúdó parasztvilág című könyvemnek van egy olyan fejezete, hogy az udvar. Ez az udvar, ez arról volt nevezetes, hogy tulajdonképpen a családnak és a gazdaságnak a belső élete is zajlott. Itt voltak az istállók, most itt egy ilyen nyári lakható konyha van, itt álltak a lovak valamikor, ott a tehenek hátul, aztán leghátul pedig a juhok, és a hátam mögött itt volt a kerekes kút. A vályója ott fekszik, látható. Egy-egy itatásnál el lehet képzelni, hogy 7-8 tehén, 4-5 ló, hogy annak bizony nagyon sok vizet ki kellett a kerekes kúton húzni. Na most télen, ahogy az a víz szétfröccsent. Az tiszta jég volt az egész, csupa jég minden. És emlékszem, ahogy hozzáértem a vaskerékhez, amivel hajtottuk a kutat, hozzáértem. Ne nagy Isten, véletlenül nedves volt a kezem, akkor éreztem, hogy odafagy. Az apám volt az én szememben, az életemben az erő, a hatalmasság, az a fizikai erő, amelyik munkában, kifejtésben szinte legyőzhetetlen. És valahogy úgy voltam vele, olyan viszonyunk volt, hogy ő sose szólt rám, nagy ritkán inkább anyám unszolására. Viszont ha rám szólt, akkor egyből meghunyászkodtam, és nem mertem még vissza se szólni. Amit az apám mondott, az törvény volt. Anyámmal másfél a viszony, mert az anyám egy alacsony, csupa szív és csupa melegség asszony volt. Nem tudtam olyat tenni, amit ő el nem fogadott volna. És miután elfogadta, amit tettem, meg is bocsátott mindent, és meg is védett minden elől. Elhatározásom, hogy megismerem anyámat, egyre nehezebbnek bizonyult. Gondoltam, megformálom magamban emberi jelleme és lelke hiteles képét. Ahogy a történeteim hőseinek a létét és sorsát meghatározom, és egyéniségüket megszabom. De rádöbbentem, hogy anyám esetében ez egyre nehezebb. Ahogy mondják, váratlan nehézségekbe ütköztem. Ő nem csak bennem, hanem velem is él. A közelemben él, olyan kölcsönviszonyban,
ami már szinte azonosság, s mégis más, idegen is. Én ő vagyok, s ő nem én. Olyan dolgokkal találkozom nála, amelyeket soha meg nem érthetek. Vagy csak a megismerésre való képességem véges. Ezt a patakot úgy képzeld el, hogy alacsonyabb a partja, fű egyáltalán nincs itt, mert mindent megesznek, elpucolnak, egyáltalán a libák. Lent kövek között, ilyen kövek között folyik a víz. Egyszer a víz ott volt egészen a házunknál, éjszaka. Mikor reggel fölébredtünk, fölébredtem, akkor bár visszahúzódott, de a patak még mindig teli volt. És kérdeztem édesapámat, hogy eddig volt a víz? Azt mondja, bizony eddig. Na mondom, Uram Isten, ha bejött volna az udvarba a víz, mi lett volna? Hát azt mondja, az bizony nagy baj lett volna. A parasztvilágban egész fejezet van róla, azt hiszem, olyan címmel, hogy a patak. Mert ez volt tulajdonképpen a gyerekek számára az utcának az egyik lényege. Tudod? Itt például a kövek között bányáztunk, ástuk a homokot, és akkor találtunk régi pénzeket, találtunk világháborús töltényeket, találtunk mindenféle vasakot, meg minden, ami kincsnek számított, és az, hogy bányászni a patakba, ez egy gyerekfoglalkozás volt, bányászni a patakba. Amit ő leírt, hogy az olyan volt, hogy csak én azt nem tudtam volna, hogy leírni, vagy megjelentetni, de azt én mind átéltem, az nekem olyan volt, mint a valóság. Az egy megtörtént dolog volt. Most a legutolsó könyve, hát ez meg az én nekem az egy szenzáció, egy élet. Én azt mind átéltem, úgyhogy nekem az olyan, hogy az egy örök életű, ez egy tiszta valóságot írt. Ez. Itt Honfüzes gyarmaton, még abban a régi világban, amikor itt voltak az őslakosság mindenki, a falu nagy része református volt. A református vallásban, amikor én azt úgy megtapasztaltam, és azóta is érzem, hogy van valami erősen közösségi vonás, ami szorosan összefügg a paraszt élettel is, a faluvilággal. Az, hogy állunk az Istennel, és hogy milyen hozzá viszonyunk, ez az emberiségnek örök dilemmája marad azért, mert azokra a kérdésekre, amikre nem talál választ, amit nem tud megérteni, ott nincs más megoldás és nincs más módja, mint hogy azokat a kérdéseket valamilyen megfoghatatlan hatalomra, erőre, arra bízza. Tehát az ember tudatában van annak, hogy a világ dolgai sokkal gazdagabbak, mint amennyit megérthet. Pozsonyban karácsonykor és húsvétkor, tehát a nagy ünnepeken, ott elmegyek az úrvacsora osztásra. Kétszer, esetleg háromszor évente. Amikor hazajövök, azért azt nem mulasztom el soha, hogy ne jöjjek ki a temetőbe, mert itt vannak a dubák. Visszamenőleg egészen a dédapámig, akiről úgy írtam, mint Duba Jánosról, alsó Duba Jánosról. Ő ott van lent az alsó parcellában, az ő sírja, a feleségével, Györgyi Juliannával. Aztán ott fönt van valahol a bokrok mögött a nagyapám, Duba József, Bakai Zsófi nagyanyámmal, és itt vannak a szüleim. Nem találok rá jobb kifejezést, hogy
mit jelent az embernek, hogyha hazajön, és a temetőben úgy szembenéz a család, meg a történelem sorsával, hogy mi minden történt itt, és a monarchiából egészen a mai világig hányféle változás, hányféle társadalom, hányféle történelmi esemény változik itt, és akkor arra gondolni, hogy ezek az emberek mindezt megélték, sőt, jelentős részüket még én magam is. Valahogy az ember az idővel szembesül, amiről nem is tudja pontosan, hogy micsoda, mi az idő. Nem tudjuk pontosan meghatározni. Vannak nagyírók, Borges például, aki azt mondta, hogy az idő az mi magunk vagyunk. Lehet, hogy így is igaz. Lehet, hogy az idő az naptárok, és évszakok, és nem tudom én minek a sora. Egy dolog biztos az idővel, az, hogy nagyon fontos az életünkben, és az, hogy bizonyos korszakok eltelte után történelmi jelentősége van. A Lévai vasútállomás az egy olyan hely, ahol nagyon sok minden megfordult az agyamban, és én magam is természetesen nagyon sokszor megfordultam, mert sokszor indultam el innen valamerre, és nagyon sokszor tértem vissza ide. Emlékszem rá, hogy amikor az első utazásom volt egyáltalán vonattal, az édesapám Párkánynánán katonáskodott, és anyámmal mentünk őt meglátogatni. Akkor ültem először vonaton. Sok szó esik vonatokról. Majdnem minden regényemben, nem csak azért, mert Kassára jártam iskolába, utána Pozsonyba jártam iskolába, de azért is, mert mint szerkesztő, a Hét képeslap egykori szerkesztője, rengeteget utaztam. Riporter voltam, Ágcsernőtől egészen Asik, tehát keresztül Kassul jártam a köztársaságot, és hát mindenüvé vonattal. Azon kívül hát nem csak a vonat, hanem amikor mondjuk először ültem repülőgépen, az is erősen megfogott, ott az fogott meg benne, hogy mennyire ki van szolgáltatva az ember a gépnek és a pilótának. Egyszer Kassára indultam a feleségemmel érettségi találkozóra. És elég morcos idő volt, Szliácson le kellett szállnunk, kényszerleszállás, azért, hogy nem tudott tovább menni a repülőgép. Ezt a kassai kalandot és kényszerleszállást, ezt az egyik novellámba írtam meg. Az a címe, hogy repülő felhőrondjuk a gép körül. Ha jól emlékszem, valami ilyen a címe. És arra utal, hogy valóban ez a Dakota gép, ez ott nagyon billegett fönn, és körülöttünk pedig rohantak a felhők. És ez egy olyan, mit mondják, egy kicsit félelmetes, egy kicsit szórakoztató, egy kicsit kalandszerű élmény volt. A másik nagy élményem pedig akkor volt, amikor a Marianna lányomhoz repültünk, ugyancsak a feleségemmel Kanadába, ő ott él. Az egy 8,5 órás repülőút volt, majdnem egész végig víz fölött, Európát gyorsan átrepültük, és akkor az óceán. Szóval abban is volt valami irracionális, és amellett valami felemelő. Ilyenkor érzi meg talán az ember a dolgoknak a nagyságát. Léva főtere valamikor egészen másképp nézett ki, mint ma, mert itt volt a piac. Nekem alig maradtak itt olyan
tájékozódási pontok, amik még a régiek. Itt a Városháza mindenképpen, mert ez itt áll legalább 100 éve biztos. Az én egykori lévám az már csak emlék. Azok a jellegzetes motívumok, az emberek, a mozgás, lovat sehol se látni, autót rengeteget. A lovak valahol egy emberi vonást hordoztak, ami nagyon, nagyon jóvá, nagyon széppé, nagyon kellemessé és olyan biztonságossá tette az életet. Az az állat, amelyik a parasztörténelemnek és a földnek, a földdel való munkának mindig is az egyik fontos jellegzetessége volt. A lévai polgári után a tanítóm otthon az Elemiben, Gergely László tanító úr rábeszélte a szüleimet, hogy téves volt engem a polgáriba beíratni, a gimnáziumba kellett volna. Úgyhogy eljöttünk ide a szüleimmel, amit akkor a Magyar Királyi Állami Gimnáziumnak hívtak. Nagyon sokszor kibejártam ezen a barna kapun, ami itt van a hátam mögött. Megszerettem a matikát, jó tanuló voltam. És érdekes az, hogy mintha már az irodalom is jelentkezett volna abban az időben. Ugye második osztályban lehetett, fogalmazást írtunk. Na most az történt, hogy az egyik ilyen fogalmazás az arról szólt volna, hogy téli örömök vagy téli élmények, és én valami olyan téli hangulatot írtam le ebben a fogalmazásban, hogy volt benne egy vagy két mondat arról, hogy valamilyen kis varjak ezek valamilyen odóba laknak, és ott meleg van, és akkor ők kijönnek a hóesésbe, és beviszik ott a hópelyheket, és nevetnek, hogy a kályhán hogy múlnak el ezek a hópelyhek. Szóval valami ilyen esetlen lírai kép kerekedett az egészből. Hát és a magyar tanárom el volt ájulva ettől, hogy milyen szép, hogy ez milyen szép. Amikor aztán tényleg valóban írni kezdtem, akkor úgy visszajött, hogy milyen jól megírtam. Ennek a várnak az alsó fala ott volt lent a gimnáziumnál. 10 percekben ott játszottunk, vagy ott szaladgáltunk az udvaron, és felfedeztem én, talán a többiek nem is nagyon figyeltek fel rá, ott volt a várfal tövében egy megkövesedett fatörzs. Egy ilyen magas, emberderéknyi törzs, és ilyen kis szilánkokat lehetett róla levenni, leszedni. Én akkoriban olvastam regényeket is az ősemberről, meg a barlang lakóemberről, meg a kőkorszakról. Nagyon megfogott ez így engem. Képzelődtem a kő körül. És például megpróbáltam elképzelni azt, hogy hány éves lehet, és milyen módon kövesedett meg, mi történt vele. A 80-as évek közepén történhetett, itt jártam léván, és eszembe jutott a megkövesedett fatör. Gondoltam, hogy megnézem. Kimentem oda az udvarra, kerestem a fal mellett, nem volt, eltűnt az én fatörzsem. Nem tudom, hogy hová. Az írót is ilyen emlékek éltetik. Mert egyrészt kapcsolatot teremt a saját múltjával, és a régi tárgyakkal, és a régi dolgokkal, amik valamikor vele történtek. Másrészt pedig arra is rádöbbentik, hogy mi is lehet az az idő, mi az az idő. A lévei gimnázium után a front jött, szó se lehetett arról, hogy tanuljak. Valami nyugtalanság fogott el a faluba mégis, és úgy 1948-ban néhány barátommal együtt elmentünk
Dubnica nad Váhom nevű szlovák kisvárosba hegyek közé. Kitanultam géplakatosnak és gépészkovácsnak. Utána pedig a véletlen folytán megtudtam, hogy a kassai gépészeti középfokú ipariskolának magyar osztálya nyílik. Ez volt az 1950-51-es tanév. Eljöttem ide, és beiratkoztam. Így lettem én kassai iparista. Igazából itt lettem olyan értelemben ember, hogy megismertem a világot, megismertem az idegenséget és az idegenségbe való helytállást. Sőt, nem csak ezt, hanem úgy a második osztály végén, a harmadik osztály elején ilyen rövid, humoros karcolatokat kezdtem írni. És ezekből a karcolatokból az egyik nagyon kedves tanárom, Putankó Emil tanár úr ajánlására néhány írásomat beküldtem az akkori Fákja szerkesztőségébe. A Fákja ez a Csemadok folyóirata volt, és legnagyobb meglepetésemre három írás leközöltek belőle. Ezzel kezdődött az én írói munkám. Kassáról egyenesen Pozsonyba vitt az utam. Beiratkoztam a Szlovák Műszaki Egyetem gépészeti karára. Én akkor már több dolgot megjelentettem, írtam. Pozsonyban volt egy kialakult magyar szerkesztői világ, amiben egyenesen beleestem. Ez aztán engem megragadott, és nem is akart elengedni. Megindult egy olyan harc, hogy műszaki egyetem, műszaki tanulmányok, mechanika, fizika, meg géptan, vagy pedig irodalom és újságírás. Tartott ez 2,5 évig, 5 szemeszteren keresztül, és akkor úgy döntöttem, hogy ott hagyom a műszaki egyetemet, szerkesztő és író leszek. A Madács kiadó itt a hátam mögött abban a világos zöld épületbe székelt, és én a 70-es évek elején kerültem ide. A kiadó már ott volt, a Madács könyvkiadó. Ide költözött hozzá az Irodalmi Szemle szerkesztősége, amelynek én a főszerkesztője voltam akkor. A Szemle akkor elég nehéz helyzetben volt. Kezdődött a konszolidáció. Elkezdték a politikusok irányítani az irodalmat. Közben pedig a magyar irodalom is, de a többi, a szlovák is, akkor már a 68 előtti években fölvette egy bizonyos szabad irányzatot. A vajudó parasztvilág, az már itt íródott Pozsonyban? Az Pozsonyban íródott, néhány évvel később, és az az érdekessége, jelentős része kávéházba íródott. Onnan is az utcakép volt az érdekessége, hogy az emberek jártak-keltek. Hát én pedig visszaemlékeztem a régi honfüzesgyarmatra, és megpróbáltam leírni azt a vajudó parasztvilágot, ami akkor még úgy tűnt, hogy csak vajúdik, még megvoltak azért régi emberek, megvoltak a lovak, megvolt a parasztmunkának a tulajdonképpen a természet közelsége, bár már traktorokkal volt elé a határ. Azóta már sajnos halódó parasztvilág lett belőle. Ez már regény lett, nem ilyen lírai szociográfia, mint a vajúdó parasztvilág. Ez regény lett belőle, hogy kicsit szabadabban és talán drámaibban lehessen megírni azokat a tragikus változásokat, amik az én falummal, és hát tulajdonképpen a többi délszlováki magyar faluval is megtörténtek, megestek. A számomra a paraszt az minőség. Az életérzésnek, a gondolkodásnak, az erkölcsnek, a magatartásnak,
a természethez való viszonynak egy bizonyos minősége, utánozhatatlan. ...1983-ban lettem, tehát a Madách Kiadó irodalmi vezetője lettem, és egészen a rendszerváltásig, 1990-ig az is voltam. Évente átvittünk 25-30 cseh vagy szlovák művet, akkoriban a kiadó kiadott körülbelül 50 könyvet. Ebnek a fele hazai magyar mű volt, a másik fele fordítás irodalom, cseh és szlovák irodalom. A mi költőinkre erősen hatott a szlovák és a cseh költészet, de ugyanakkor hatott a magyar költészet is. És fordítva például olyan cseh költőknek, mint Holan, például óriási sikerük volt Budapesten. Tehát az irodalmak tudtak egymásról, és tanulhattak egymástól. Ez mindenképpen, ez az előnye megvolt ennek az egész kulturális érintkezésnek, aminek a középpontjában a Madách Kiadó állt. ...35 éves koromban elég későn nősültem. A feleségemnek már volt két lánya, született a házasságunkból egy harmadik lány. Úgyhogy tulajdonképpen, mikor ez a nagy család összejött, akkor ez a lakás teli volt mindig. És ez nekem rengeteget adott, mert ahhoz, hogy értelmiségé legyen belőlem, ahhoz mindez nagyon, nagyon is kellett. Ezáltal lettem író is olyan értelemben, hogy az irodalomnak valahol azt az intellektuális, alkotó, teremtő lényegét, azt valahogy meg kell ismerni és meg kell szerezni az embernek. És a családi élet engem ilyen értelemben befolyásolt és alakított. Valahogy úgy vagyok én ezzel, ahogy Milan Kundera írja a Lét elviselhetetlen könnyűsége című regényében. Regényem alakjai az én saját, meg nem valósult lehetőségeim. Ezért mindegyik alakomat egyformán szeretem, és egyformán borzadok tőlük. Mind átlépett valamilyen határt, amit én csak kerülgettem. Éppen az az átlépett határ. A határ, melyen túl véget ér, az énem, vonz engem. Csak a határ után kezdődik a titok, amit a regény firtat. A regény nem az író vallomása. A regény azt vizsgálja, mi az emberi élet a csapdában, amelyé a világ vált.